nagyon sok időnk volt jól átgondolni a koncepciót, és több időnk volt, amikor építettük a rumort, hogy tényleg az igényeink szerint és a vendégek igényei szerint kihozzuk a maximumot. Nyilván egy hátrányos dolog az, hogy üzletileg tartanunk kellett a frontot. Az embereket, akiket fölvettünk tavaly, azokat folyamatosan tartottuk, tehát egy nagyon intenzív és erőteljes coachingoláson vannak túl, tanítom őket folyamatosan. Ezért úgy gondolom, hogy igazából sokkal nagyobb vesztesség lett volna tőlük megválni, mint hogy újra kezdeni az egészet. Alapvetően most nincsenek turisták, és az viszont egy picit változott talán az eredeti koncepcióhoz, hogy azt gondoltuk volna, hogy egy fine dining étterem az csak a turistáknak fog majd szólni, és alapvetően most csak a magyar közönség, akikre számítunk, és akik valójában a vendégeink. És én úgy gondolom, hogy viszonylag nagyon nagy a kereslet, minden nap teltházunk van, aminek nagyon örülök, nagyon sokat is dolgozunk mellette, de azt gondolom, hogy egy hatfogásos menüt készítettünk azért, hogy olyan embereket is úgymond ki tudjunk szolgálni, akik egyrészt vagy sietnek, vagy nem akarnak 11 fogást tenni, vagy esetleg nincs akkora büdzséjük, úgyhogy mindenre gondoltunk úgymond. Viszont ennek az az ára, hogy ennek a két ültetésnek, az első ültetésnek hamar kell kezdődnie, hogy a másodikba nehogy belecsúszson, tehát 7 óra 30-ra az első ültetés ki kell, hogy pörgessük, ezért van 6 fogás. És ezt egy kedvező áron is tudjuk biztosítani. Hosszú napokat futunk, viszont egy dolgot jövő héttől be fogunk vezetni, egy úgynevezett stagiaire program, aminek keretein belül szakmát tanulni vágyó, illetve olyan önkéntesek jelentkezését várjuk, akik igazából itt töltenek egy-két hónapot, erről mi adunk egy szertifikátot, tehát hitelessé tesszük azt, hogy igen, az eltöltött időt ők itt töltötték. Ezáltal tudjuk azt generálni, hogy igazából a kellemeset a hasznossal össze tudjuk hozni, hogy tudjuk bővíteni úgy a csapatot, hogy igazából embereknek jót is teszünk, tehát szakmailag tudják magukat képezni, viszont ez nem kerül úgymond egy hosszabb távú elkötelezettségbe. Az a szabály, hogy nincs szabály, itt az ízek terén is, de az alapanyagok terén meg végképp, tehát hogy van olyan alapanyag, ami 2-3 hétig van a menün, vagy éppen szezonalitásban van. Ha megunom az egyik alapanyagot, akkor egyszerűen csak lecserélem és fölteszek egy új ételt. Most egyértelműen még csak pár napja, egy hete vagyunk nyitva, tehát ilyen még nincsen szóval. Igazából van egy nagyon pici előadás része a dolognak, hiszen tehát azért másabb a helyzet itt tényleg mindent lát az ember, és hogyha ha megnézzük a konyhában, akkor most mindenki egy picit más munkaruhában van, és este szerviz előtt mindenki átöltözik, szép, frissen, illatosan kezdünk, mindenkinek ki van vasalva a ruhája, és nagyon fontos, hogy azt lássa a vendég, hogy mi egy egység vagyunk, hogy mi tisztán, szervezetten dolgozunk, halkan, és olyan vagyunk, mint egy jól olajozott motor, vagy egy jó svájci óra. Bár az egyik legizgalmasabb mellékrésze a rumor étteremnek, azt kell, hogy mondjam, hogy igazából a koktélok annyira őrülten jók, hogyha lehetne azt mondani, hogy itt van egy bizonyos szint az étteremben, akkor aki koktélok terén szeretne egy utazásra indulni, legalábbis élményben, az megtalálja a bárban ezt garantáltan. A Szabó Zoli
a bármenedzserünk, és ő nagyon hosszú utat járt be külföldön, Belgiumban, több csillagos helyeken, és igazából egy olyan mentalitást tud hozni, ami abszolút jól passzol a rumornak a mentalitásával. És egy igazi kis romantikus, trendi és szexi hely van itt fönt a bárban. Nagyon, nagyon izgalmas hely, úgyhogy én ajánlom mindenkinek, aki csak el szeretne akár jönni koktélozni. Nekem igazából a rumorban azt tetszik a legjobban, hogy amikor jönnek a vendégek, akkor én azt érzem, hogy igazából mi nekünk itt van egy családunk, és átjöttek hozzánk vendégségbe, látogatóba, és hogy abszolút ez a veszélyezett fine dining érzete megszűnik az embernek, ahogy leül ide, és megszólítjuk, mert egy sokkal közvetlenebb vendéglátási formát kínálunk, ezáltal sokkal barátibb a dolog, és olyan, én nekem sokkal szerethetőbb, mint hogyha lenne egy olyan éttermem, ahol asztalok vannak, ahol nem tudok a vendégekkel beszélni. Nekem ez nagyon fontos. Hát most még egyelőre azt gondolom, hogy azért ki lehet fogni egy-egy helyet, de azt kell, hogy mondjam, hogy a következő 2-3 hétben már nagyon telnek a napok, tehát az csodálatos lenne megélni esetlegesen, hogy akár előre egy hónappal kell foglalni, ami szerintem nagyon új dolog lenne Magyarországon. De szerintem jó úton haladunk, és igazából azt kell mondjam, hogy nincs megállás. Tehát én annak örülök, hogyha elégedett vendégek vannak, és hogyha minél több elégedett vendégünk van.